Üdvözlök mindenkit! A mai alkalommal a 9-es csomagjáték, vagy meccs utolsó része következik. Ebben három darab meccs szerepel, amelyeket mind Terránnal játszottam le. Lássuk gyorsan az első meccset, ami az Orbital Shipyard nevű pályán játszódik. Ellenfelem Almighty Beach, aki Protosszal a jobb felső sarokba játszik. Én pedig a piros terem vagyok a bal alsó sarokban. Ezen a meccsen én azt találtam ki, hogy kipróbálok egy ilyen mass liberátoros buildet, sok bázissal. Ellenfelem pedig proxy pylonokat épít, és ezekről majd Mothership Core-ral fog Photon Overcharge-al tüzelni. Épül a barak. A Protoss pedig elkezdte építeni a pylont. És mellé a gateway-t, felveszi az asszimilátort. A pylont építő Pro pedig elindult az én bázisom felé felderíteni, ahol már épül a barak. Én is felvettem az első gázt. Liberátorokhoz. Ki tudja hány gázra van szükség. Folyamatosan jönnek az SCV-k. De sajnos a falat nem tudtam befejezni, mielőtt a prób megérkezett volna. Protoss körbenéz a bázisomon. Én pedig úgy döntöttem, hogy megpróbálom kivégezni, de sajnos nem jött össze. Megnézi, hogy van-e második bázisom, nekem még nincsen. Nála épül egy második gateway és egy cybernetic core. Elkészült a fal, egy bunkerrel fejeztem be. És félúton van a Marin, hogyha az megjelenik, akkor valószínűleg elejét veszi a további felderítésnek. Elkezdtem építeni a második bázist. Azonban, amikor láttam, hogy a prób még pont el tud jutni megnézni azt, visszavontam, hogy ne lássa, hogy kitelepülök. Hát igazából. És nem tudom, hogy ezzel mennyire vertem át ellenfelemet. Jaj. Jól van, látja, hogy itt nincsen semmi. Hát ez talán akkor segített valamicskét, hogyha ettől a Protoss azt hiszi, hogy valami rás technikán töröm a fejemet, ilyenkor az elején sok egységet gyárt, amikkel aztán majd nem tud mit kezdeni, addig pedig az én gazdaságom növekedni tud. Factory-t azt már kicsit távolabb építettem a faltól, ezt már nem szükséges felderíteni. Mert jó lenne, hogyha titokba maradna, ezért épült ide. A starportokat pedig a bázis leghátsó pontjába fogom elrejteni. Nexus már félúton van, Command Center pedig majdnem félúton. Épül a Mothership Core. Bázis a tele, fejleszti a Warp Gate technológiát, és elkezdett adepteket gyártani. Hát úgy tűnik, ezek az adeptek azok a zelotok helyettesítésére jelentek meg a Legacy of the Void-ban. Mostanában sose látom, hogy valaki szimplán csak zelotokat építene helyette adeptet. Remek egység, épül a Robotics Facility, meg is épült. És további egy pylon. Én rendesen elfalazom a bejáratot, és két darab Stargate-et kezdtem el építeni a Mineral Line mögé. Ezekre majd reaktor kerülhet. A Factory-vel is építek egy reaktort, hogyha a további egységekre lenne szükségem, akkor odébb reptettem, és a reaktorra egy újabb starportot tudok építeni, tehát Mass Liberator játékhoz ez megfelelő. Engineering Bay, ennek következtében képes leszek majd tornyokat építeni, mivel az Observer felderítését tudom megakadályozni, valamint Planetary Fortress-eket tudok felhúzni.
Tehát amit játszom, az egy ilyen teljes mértékben Terrán, ha úgy tetszik, teknős béka. Taktika. Liberátorokat elsősorban védekezésre fogom használni. Elkészült a Forge. Nézzük meg az inkámot. Egy szedővel vagyok lemaradva a Protoss mögött, viszont Mule-okkal dolgozom. Aminek hatására az inkámom olykor-olykor meghaladja a Protossét. Adept Drop. Kíváncsi vagyok, hogy mi a célpont. Hát valahova szerintem ide a második bázishoz fog érkezni. Már épülnek a tornyok, mindenfelé a térképen, mármint a bázisom környezetében. De valószínűleg a drop az még meg fog tudni érkezni. Egységem az jelenleg... hát... talán egy 3 darab marin. Adeptek kivégzése ez nem a legjobb megoldás, viszont... Warp Prism legalább le fog esni hamar. Így csak 4 darab adept tudod bejutni a bázisra, a szedőket menekíteni kell. És elkészült az első liberátor. Hát ugye liberátorok ellen ilyen aktívan harcolni nem a legjobb dolog. Egyszerre csak egy helyet tud figyelni, a földi egységekről van szó, azonban két lövés egy adept. És viszonylag könnyű elkerülni ezt a területet, folyamatosan a munkásaim környezetébe tudja tartani ezeket az egységeket, viszont azonban itt már megépült a Planetary Fortress. És így azért csak-csak sikerült ezt a 4 adeptet visszaverni, hát 9 darab munkás azért így is elesett. Ennek következtében egy 10-essel nagyobb a szedős gárdája, munkás gárdája a Protossnak, és ennek megfelelően 500-zal többet is szed. A extra pénzt pylonok, gateway-ek és egy Twilight Council megépítésére fordítja. Elkészült a harmadik Terrán bázis. Nem sokára néhány darab munkással együtt kiröptetem ide a harmadik kitelephez, ahol Planetary Fortress-i alakítom azt is. Hát a földön nem vagyok teljesen bevédve, ezért tankokat építek. A liberátorok pedig a lehetséges támadási útvonalakat ellenőrzik. Jelenleg 2 darab van készen, de reaktoros starportok lassan 4-esével fogják gyártani a liberátorokat. Stalkerek és immortálok a csapatban. Pillantás a bevételre, kicsit sikerül csökkentenem a különbséget. Így újra beértem nagyjából az ellenfél bevételét, tankokat biztonságos pozícióban a fenti bázison állítom fel, a liberátorok pedig szépen szem előtt tartják az összes bejáratot. Próbálom rétegesen elhelyezni ezeket a területeket. Protoss megindult. Rengeteg Stalkerrel, 2 darab Immortállal, Mothership Core és egy Proxy Pylont építő próbbal. És a harmadik bázis bejáratához felhúz 2 darab Proxy Pylont. Megláttam, hogy közeledik, ezért liberátorokkal gondoltam, megpróbálom leszedni a Mothership Core-t. Nem túl jó. A liberátorokra azt kell tudni, hogy nagyon keveset sebeznek. Mindössze 7-elve a földre elég sokat sebeznek, de a levegőbe mindössze csak 7-et, viszont ez területre. Tehát, hogyha egy nagy rakás liberátorral rendelkezem, akkor azért légi egységeket is lehet pusztítani. A bázisomat veszteség nélkül nehéz megközelíteni. Vannak itt még liberátorok, akik fel se álltak. Próbálom kicsit visszaszorítani. Nézzük, hány lövés kell. Stalker 2 lövés.
remek, remekül lehet védeni a pozíciót ezekkel. Elkészült a Planetary Fortress. Elég nagy a Protoss vesztesége. Hát két lövés azért a liberátorok azért jól aratnak, ráadásul itt tankok is vannak. Ami viszont hiba, hogy az Engineering B-be ki kellett volna fejleszteni ezt a HiSec Auto Tracking nevű fejlesztést. Ennek következtében a Planetary Fortress-ek ható távolsága nagyobb lenne egyel. Most már a bevételem jóval nagyobb, mint a Protossé, azonban ő felvette az egyik aranybázist a térkép közepén. Ezt azért teheti meg, mert remekül sakban tart. Liberátorok fogják a támadást, amennyire csak tudják, de azért egy-egy mindig elvész közülük. És hát igazából ki kéne támadni. Pénzemet nem tudom elkölteni, több gázra lenne szükség. Vagy esetleg valami földi egységekből álló sereget kéne szervezni. Talán helbeteket, vagy marinokat. Hát ha mekkes témát akarunk tolni, akkor inkább helbeteket. További három liberátor áll fel. Újabb támadás van. Éppen beér a tankok hatósugarába. És azért hát elég meggyőző. De rengeteg SC-vel lehetne egy kicsit javítani ezeket az egységeket. De hát igazából a Protoss remekül csinálja, szépen feltartja a dolgokat itt. Elkezdett lepörögni a Planetary Fortress élete, de ezt még sikerül megmenteni. Ezért az immortálok elég nagy tüzet tudnak biztosítani. De hát a liberátorok végzik a munkát. Sikerült életbe tartani ezt a bázist. Az egyetlen egy probléma az, hogy a Protoss remekül érzi magát és szedegeti az aranykristályt. Ennek megfelelően 500-zal többet szed. Vagy hát 400-zal, 200-zal, 300-zal, nem tudom. Serege azonban nem maradt, tehát hogyha most elindulnék egy támadásra, akkor lehet, hogy eredményes győzelmet tudnék aratni. Azért most már eléggé könnyen ki lehetne pucolni ezt a bázist. Liberátorokkal, mondjuk erről a pozícióról felállítani őket és lőni. Csak hát nem volt tökéletes a felderítés. Protoss felveszi a második aranyat is. Előlem. Fejleszti a Protoss egységek második szintű támadáspontját, vagy hát ez már a harmadik. Valamint a zelotok számára a charge képességet, én pedig liberátorokat gyártok. Most már elkészült a harmadik reaktoros starport, aminek hatására most már 6 darab liberátort tudok építeni egyszerre. További két főépületet építek. Nagyon szükség lenne a településre. Pénzem, hát itt azért látszik, hogy nem nagyon vagyok képbe még a liberátoros játékkal. Lehet, hogy tényleg kellene itt azért pár reaktoros factory is. Esetleg lehetne armoriból fejleszteni őket, tehát nincs a toppon a játékom. A Photon Overcharge remek, remek képesség. Akár harasztalásra is. Elég sok liberátort vesztettem el ezek miatt. 3 darab Proxy Pylon Photon Overcharge azért már nem gyenge darab. Hát itt elkezdtem én ilyen titkos bázisokat felhúzni. A másik bázis majd ide fog jönni. Bevétel, hát mulokkal azért még mindig tudom tartani a lépést a Protosszal, de hát aranybázison szed. Első bázis az már majdnem teljesen kifogyott, viszont az enyém is. Ezért van szükség a településre. Sereg mérete még mindig az én javamra billen. És nagy nehezen sikerül kiiktatni az itt lévő proxy pylonokat, liberátorok serege készen áll a támadásra, úgyhogy gondoltam átmegyek megnézni,
mi van a Protoss oldalon. Itt van egy observer. Elég sok missile turret van a bázisomon mindenfelé, úgyhogy azt nehéz felderíteni, viszont itt még van lehetőség. Sajnos liberátorok pont elkerülik az aranybázist, éppen csak itt szembesülök azzal, hogy itt valami gond van. De a bázist még mindig nem láttam. De azért már lehet gyanakodni, hogy itt túl jó dolga van az Zergnek, vagy hát a Protossnak. Majdnem 2000-es bevétele van. Most már a sereg mérete is megközelíti az enyémet. Viszont a liberátorok úton vannak a bázisai felé. Hát egy Zerget nagyon könnyen sokba lehetne tartani liberátorokkal azonban, mivel a Protoss képes warpolni. Ezért végül is akkora gondot nem okoz, hogy liberátorok lesznek a bázisán. Kenon sajnos azért kicsit aprítja itt az egyik liberátort, viszont ez a három liberátor teljesen hatástalanította ezt a Nexust. További liberátorok a főépületnél. Hát remek, hogy ezt csinálom, csak nincs igazán sok értelme. Az utánpótlást egy picit azért el tudom kapni. Remek egység ez a liberátor, ahhoz képest, hogy semmilyen fejlesztés nincsen rajta. Néhány liberátorral elég sok stalkert azért fel lehet fogni. Ekközben ő is betölt a bázisomra, ez már teljesen kifogyott. Sajnos neki ment a starportoknak. Viszont elkészültek a kitelepek. Fortress itt. És azért egy-két planetary fortress itt még előfordul. De hát elég rosszul állok. Liberátorokat haza kéne hozni. Hiába fogom itt a bázisát, igazából nincs semmi értelme. A lényeg az itt van, két arany. Bázisról szed a Protoss. Még mindig nagyobb az inkámom. Vagy hát már megint. Nem tudom igazából, hogy vagyok erre képes. Seregem mérete is jóval nagyobb azonban. Csak pihennek az egységeim, és hát darabokba jönnek haza. Próbál menteni az épületeket, így még lehetne esélyen visszajönni a játékba. 10 000 minerál van a bankban, valamint 1000 gáz, tehát igazán lehetne itt azért még jó pár épületet ledobni. Starportokat is lehetne, át lehetne állni bensizésre, marinozásra, tehát rengeteg a választék, és mégsem történik semmi. Újabb bázis, tehát nem tudom, itt rengeteg szedő is van, akik építkezhetnének. Itt az már rájöttem, hogy a rengeteg pénzzel kéne valamit kezdeni. De valamiért itt mégsem kezdték el építeni. Biztos azért, mert elfogytak a supply dipók. Hát valóban. Planetary Fortress nem sikerült megmenteni, úgyhogy... ez az a pont, ahol úgy döntöttem, hogy inkább feladom. De hát még mindig tartom a bevételet. Hát nem tudom, ez egy ilyen elég furcsa meccs volt. A liberátorozáshoz azért kicsivel több kell. Talán két, ha kétszer ekkora liberátor seregem lett volna, akkor azért már jóval jobban álltam volna. Ezt a néhány bázist is hatástalanítottam volna. És ha még mindig maradt volna a liberátorom, akkor ezt a sereget szépen fel lehetett volna őrölni. Még több tankkal, de hát kijátszottak. Ez volt az első videó. Nézzük meg a második terránosat. Pálya Lerilac Crest, ellenfelem pedig Lucifron. Aki Zerge játszik a jobb felső sarokban, én pedig Terránnal a bal alsó sarokban. Hát ezen a meccsen most per pillanat nem emlékszem, hogy mi a teendő.
Minden esetre úgy tűnik, hogy korai expelésen gondolkozom, lent kezdtem el befalazni az egyik bejáratot. Hát még annyira nem ismerem ezt a pályát, lehet, hogy ha tudtam volna ezt, akkor mondjuk ideépítem az első supply depot, hogy le tudjam zárni majd később ezt a bejáratot. Igazából ide nem olyan szükséges barakkot, vagy hát mi ez supply depot építeni. Ellenfelem felderít. Megépítette a gázt. Azt hiszem, hogy egy Revenger rásson töri a fejét. Ez majdnem olyan, mint a rócsrás volt annak idején, tehát egy bázissal, egy gázzal. Itt lehet, hogy mondjuk két gáz is kellene. Rócsfarent épít, aztán mivel most már lehet lurkerekké fogja alakítani. És az én expelésemet ezzel rövidre is tudja majd zárni. Valószínűleg elég rövid ez a játék. Teljesen mindegy. Command Center first, aztán a barak. Ellenfelem ezt pont látja majd. Gázt még nem is szedek. Ezekben a pillanatokban készül el a spawning pool. És ezt követően, mivel a pénz is van rá, rócsvarent épít. Még kettő darab szedő erre a bázisra, és ez tele is van. Épít egy királynőt. Megépül a command center. Én pedig engineering bay blokkolok. Hát valószínűleg az volt a tervem, hogy mass ravenezni fogok ezen a játékon. Ilyenkor szokás engineering bay blokkolni. Az lenne a legjobb, hogyha nem hagynám megépülni, hanem csak majdnem. Ez egy aprócska hiba. De végülis annyira nem is probléma. Itthonra is építek egy engineering bay, tehát ezt az egész falat át kellett volna helyezni ide a másik bejárathoz. Ennek így nem sok értelme van. Ha az engineering bay elkészül, akkor a Planetary Fortress épülhet. És szépen el lehetne kezdeni a Ravenek felé venni az irányt. Építek ide egy barakkot. Hát igazából csak azért, hogy legyen itt egy extra épület, amit aztán később ki tudok majd reptetni. Ha még úgy alakul, egy marint is le tudok majd belőle gyártani. Semmi gond. Itt van közel egy másik bázis. Lehet azzal is előrelépéseket tenni. Megépült pár darab zergling. És királynővel együtt megindulnak. Hát... Fele felderíteni, mert egy másik fele pedig az itt lévő épületeket fogja likvidálni. Jó, most már 4 darab gáz áll rendelkezésemre. Elkezdtem gyűjteni a Ravenek számára a gázt. Azonban seregem még nincsen. Így 3 darab zergling be tud jutni a bázisomra, és itt nekiesnek a szedőknek. Egy szedő elveszett. Viszont 3 darab zergling is. Hát nagyon szépen elfalasztam ezt a bejáratot. Még mindig nem jöttem rá, hogy ez hülyeség. A másik bejárat teljesen nyitott. Még egy bunkerrel megerősítem, hogy itt tényleg ne juthasson át semmi. Egészen boldog voltam. Viszont most már úton vannak a rócsok és a revengerök a térkép rámeső része felé. Barakkot sikeresen kiröptettem. Az engineering bay pedig most kellene visszavonni, hogyha nem fejeztem volna be. 3 darab zergling. Lekapják a bunkerről a munkást. És itt vannak a revengerek. Elkészült a Planetary Fortress. Hatótávolság azonban elég pici. Így nem a legjobb védekezés. Hát igen, meglepődtem, ez egy rócsrás. Csak revengerekkel, ez egy kicsit így furcsa volt. Remek taktikának látszik, nagyon tetszik, de szerintem csak abban az esetben működik, hogyha kitelepül a Terrán. Második bázis teljesen védtelen volt, úgyhogy nem volt mit tenni, menekülni kellett. Úgyhogy gondoltam átreptetem ide az ötödik bázis helyére.
és megpróbálom befalazni a Revengereket a fenti bázisát. Ez is egy elég nagy hülyeség volt, tehát simán lekapkodhatják ezeket a supply depókat, semmit nem érek el vele, talán hogyha zerglingek lettek volna, ráadásul itt van ez a kavicska, ami szabad lejárást biztosítana bármikor. Planetary Fortress nem ér el a Revengerekig, akik gond nélkül tudják szedegetni a munkásaimat. Rengeteg starportot építek azonban, hát nem lesz idő kifejleszteni bennük a támadó egységeket. Munkásokat is lekapkodta róla. 3 darab Revenger. Tehát el lehet azt mondani, hogy ez egy elég rosszul kivitelezett Revengerrás volt, de mégis nagyon hatékonyra sikerült. Most már Engineering BM sincs, tehát további Planetary Fortress-ek nem fognak épülni. Hát munkásokkal kezdtem el aprítani a Revengereket, mert hát a munkások nagyon-nagyon erős támadó egységek. Hiába próbálkoztam, nem tudtam becsalogatni őket a hatósugarába. És most már csak 6 szedőm van, ellenfelemnek sincs sokkal több, tehát nagyon gagyin kivitelezett rás volt ez. Lehet, hogy 3 bázisa van, de igazából nem úgy tűnik, mintha szedőket akarna építeni rájuk. Én bőségesen építem a szedőket, azonban hát nem tudok velük mit kezdeni. Túl kevés a pénzem. Liberátorokat építettem, de hát olyan egyszerű kimikrózni ezeket, hogy ez valami borzalom. Megint próbálok sakkot adni neki, de mindig tud menekülni. Azonban most lesz egy sakmat. Végre elpusztult az utolsó Revenger, és nézzük az seregek méretét. Hát ahhoz képest ez egy sikeres rás volt, igazán lehetne még sokkal több egysége. Muszáj lett volna megnyernem ezt a meccset, de hát lassan-lassan majd fel kéne adni. Hát ezt a bázist ilyen körülmények között gyakorlatilag lehetetlen bevédeni. Zerglingek is jönnek. Itt már nincs mit tenni, úgyhogy ki is lépek. Hát igen, jobban kellett volna itt gondolkodni. A falat is jó helyre építeni, tehát azért lehetett volna itt révenezgetni. Vessünk egy pillantást a harmadik meccsre, és a 9-es csomagnak az utolsó meccsére, az szintén egy terrános videó. Pálya, Central Protocol. Nézzük is meg, hogy ki az ellenfél. Rogga G. Gondolom. Aki Protossza játszik a bal alsó sarokban, én pedig Terran a jobb felsőben. Sajnos megint nem tudom, hogy milyen stratégiát választottam erre a játékra. Ez is egy nagyon rövid meccs, még rövidebb, mint az előző. Udvariasan köszönt. Én itt is gyorsan települni akartam, lehet, hogy itt is egy Mass Raven-t akartam létrehozni. Nem tudom igazából, hogy mi nem sült el megfelelően. Pylont azt a Nexus mellé építette, és gyártja a munkásokat. 2 darab SCV, egyikük elkezdte építeni a barakkot, a másik pedig elmegy felderíteni. Hát igazából, ha Ravent játszunk, akkor ugye Ravenes buildet játszunk, akkor a felderítésre annyira nincs szükség. Igazából többet ért volna az a munkás, hogyha a minerálon vagy a gázon dolgozott volna. Végül is mindegy. Felvette a gázt, építi a gateway-t, és a bázisa, vagy hát a minerál mezőkön már majdnem teljes létszámmal működik a bevételszerzés. 2 darab prób hiányzik. Én kitelepülök. Hát, hogyha ilyen nagy a Natural Expansion, akkor lehet egy olyan falazást választani, hogy ezt a részt falazzuk itt be, valamint esetleg ide valami bunkert, vagy valami ilyesmit, és akkor a támadó egység csak ezen a
ezen a útvonalon tudnak itt bejutni, ami remek lenne abból a szempontból, hogyha ez itt Planetary Fortress, akkor jól meg tudja csipegetni a támadó egységeket, miközben azok áthaladnak ezen a kerülőn. Jön az Engineering Bay, ezt is lehetett volna ide. Ekközben a Protoss is kitelepül. Szépen felderítettem, sajnos engineering blokkolásról lekéstem. Itt is ez volt a terv, hogy engineering B-jel megállítom a második bázist. Cybernetic Core és a Warp Gate technológia készül. Valamint legyártott egy Zealotot és egy Stalker. Van jelenleg a Production Tabon. Építek egy-két Marint. Most már fel lehetne itt venni a gázt, kettőt egyszerre. Elkészült a Protoss második bázisa. Az enyém is már Planetary Fortress-é. Hát valamiért Orbital Command épül. Majdnem elkészült, de még az utolsó pillanatban sikerült visszavonnom. Vagy hát majdnem. Ezzel egy kis időt vesztettem. Gázom az sajnos nincsen, tehát nagyon késik ez a Planetary Fortress. Hát addig elfalazom magam teljesen, még egy Engineering Bay-jel. És azonnal felvettem a két gázt, mert ez így nem maradhat. Valamint egy harmadik bázison is gondolkodtam, úgy döntöttem, hogy ezt a lerombolható követ egy második fallal bevédem. Jó, épülnek a pylonok. Nézzük a bevételt. Hát, nekem van egy Orbital Commandom, tehát viulozhatok, mindjárt lesz. Tehát a bevételeink azok nagyjából még egyenlő mértékben, vagy egyenlő szinten vannak, csak három darab próbál van több neki. Most már négy darab gateway-el rendelkezik. Forgate, ez remek egy adeptezéshez. Elkészült a Warp Gate technológia, tehát most már csak egy proxy pylon hiányzik, és lehet támadni két bázisról, két gázzal. Jól van, adeptek. Meg is indulhat a támadás. Nálam úton egy faktori. Hát proxy faktorinak lehet ezt végül is nevezni, azt hiszem az is volt a terv, hogy ide kitelepülök. Innen pedig esetleg egy-két tankot, vagy valami csúnyaságot bedroppolok a bázisára, hát nem tudom. Felvettem a harmadik bázist. És már innen is elkezdődött a minerál felvétel. Tornyokat építek, hogy a légitámadásokán is védve legyek, azonban megjöttek az adeptek. Nem tudnak bejutni a bázisomra, viszont nincs nagyon egységem, ami tudna védekezni ellenük. Néhány marin. De hát az adeptek lőtávolság elég nagy ahhoz, hogy távolról szedegessék az épületeimet és a marinjaimat. Őket is le tudják kapni viszonylag büntetlenül. Nagyon kellene ide ez a Planetary Fortress, és akkor hagyhatnám, hogy bejusson. Hát a bunker az már igazából egy kicsit túl késő, ráadásul az SCV is lőtávolságon belül van, amint észrevesz, hogy itt épül a bunker, le fogja csippenteni az SCV-t. És akkor már mindegy lesz. Hát egy darab marin, sereg mérete ezzel az 50 ellen. Gyalázatos. Hát a masszrévenezésnek ugye nagy nehézsége, hogy a játék elejét túl kell élni. Ez ugye legfőképpen tankokat, marinokat és Planetary Fortress-ket kellene használni. Itt sajnos a Planetary Fortress nagyon megkésett, és a falazás is elég rosszul sikerült. Tehát úgy kellett volna, hogy valahogy közelebb építeni a falat a Planetary Fortress-hez, hogy fedezhesse az. Itt is ki lehetett volna fejleszteni a Planetary Fortress-ek távolságnövelését, az még jobban megnövelte volna az esélyeimet. És hiába van három bázisom, meg két proxy épületem. Azzal, hogy ezt a főépületet elbukom, megpecsételődött a sorsom. Ez egy vereség.
Már csak pillanatok választanak el attól, hogy ezt belássam. Bevételeim azok így is azért szinten voltak, de hát hiába tartottam volna ki még mondjuk 5-10 percig, nem tudtam volna megnyerni ezt a játékot. Hát ez volt a 9-es kupac meccs utolsó három videója, a Terranos részleg. Ezzel szeretném zárni ezt a különleges csomag videót. A továbbiakban majd rendesen érkeznek az érdekesebbnél érdekesebb játékok randommal. Mára köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!